Magyarország az mindig az lesz a hazánk, de én is úgy gondolom tényleg, hogy ez egybehangzó lesz a válasz, hogy itt érezzük magunkat a legjobban. Tűzsér Dániel pályafutása során több országban is megfordult. Két év olasz légióskodás után úgy döntött, környezetet vált, és a Dudaszótól hangos genoai utcákat nyugodt angol kertvárosra cseréli. Tűzsért ugyanis 2014. januárjában szerződtette a Watford, így ide helyezte át a székhelyét családjával. Az angol másodosztályban szereplő Watford második helyen áll a tabellán, a magyar légiós pedig 3 gólt szerzett ebben a szezonban. A jó formáját a boldog családi háttérnek és a remek környezetnek is köszönheti, amelyet az NSO TV stábjának is megmutatott. Sziasztok! Gyertek be, megmutatom, hogy hol élünk itt Angliában. Hát igen, a háziező már is jelzett. Egy nagyon-nagyon veszedelmes háziező. Ilyen előtér, ott ugye le lehet rakni kint a kabátokat, cipőket, ahol, amikor beérkezünk. Itt található egyből egy kis konyha, ami hál' Istennek ugye a feleségem területe. Egy ilyen ebédlő rész, vacsorázó rész, ahol hogyha vendégeink vannak akár, vagy mi páran ugye este beülünk, akkor megvacsorázni. Ez itt egy nappali rész, ahol ugye leginkább vagyunk napközben, hiszen ugye a fenti szinteken hálószobák, valamint fürdőszobák találhatók, és legtöbbet ugye itt vagyunk. Itt ugye majd lehet látni, hogy a kislányunknak a játékai szerte szét néhány helyen, de hát ez természetes, akkor tudja mindenki, akinek van egy 4 éves kislánya, hogy ez hogy működik, úgyhogy itt sincsen ez másképp. Gyertek ki, ezt is szívesen itt megmutatom. Nagyon sokat szoktunk itt kinnüldögélni, sokat csapattársak, barátok, amikor összejövünk. Ugye nagyon sok a magyar Londonban, és nekem is volt osztálytársaim, barátok, sokan vagyunk már, úgyhogy szerencsére mindig nagy a jövésmenés most a házban. És a kedvenc részem, és a legnagyobb férfi szakasz az a hátsó kis faház, ami büszkeség ugye, mert ott meccsek után, születésnapokon, vagy csak így egy kellemes délutánon nagyon jól el lehet tölteni az időt. Ez itt a férfi szakasz, csúnya szóval élve. Hát szerintem ami férfiaknak, ami csak kell, itt van minden. Jól látni, hogy Tűzsér Dániel sugárzik a boldogságtól. A középpályás már maga mögött hagyta az Olaszországban megélt rossz pillanatokat. Volt egy nagyon nehéz időszakom Genovába, de nyilván ez egy nagyon elhasznált mondás, hogy ami nem ül meg, az megerősít, de tényleg így van, és én abból az időszakból nagyon sokat tanultam, nagyon sok mindent átértékeltem magamba, úgyhogy ezeknek a dolgoknak most nagyon hasznát is veszem, úgyhogy én egyáltalán nem bánom, hogy volt egy jó pár ilyen hónapja a karrieremnek, amikor úgymond vakvágányon voltam, igazából sokat nem veszítettem vele, tehát abszolút csak pozitív dolgokat gondolom, hogy tudok meríteni ebből. A ház bemutatásánál segítőtársa is volt Daninak. A család kis kedvence Harry végig a gazdi nyomában volt. Azt beszéltük ugye, hogy hasonlítok-e a kutyánkra. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkitől azt hallom, hogy igen, mert róla tudni kell, hogy nagyon önfejű, nem nagyon hallgat igazából senkire, ránk se, plusz állandóan menne. És nekem a barátaim van egy nagyon jó baráti társaságom, gyerekkorunk óta ugye együtt nőttünk föl, és ők állandóan nekem ezt mondják, hogy én mindig csak mennék. A környezetváltás Harrynak abszolút nem volt nehéz. Tűzsérék viszont attól tartottak, hogy 4 éves kislányuk hogyan fog beilleszkedni. A legnehezebb dolga nyilván a kislányunknak, Médinek volt ezzel kapcsolatban, hiszen neki ugye egy új nyelvet kellett megtanulni, angolul ugye ő nem tudott, de hál' Istennek tényleg eddig nagyon-nagyon jó úton halad, és mindig megkérdezzük tőle, ugye, hogy szeretsz-e itt lenni, hogy érzed magad, abszolút mindig pozitív válaszokat ad, de neki mindig az a vége a
válasznak, hogy a legjobb Magyarországon. Tehát ő mindig azt mondja azért, mert ugye ott vannak az unokatesók, nagymamák, nagypapák, keresztapu, keresztanyú, barátok, tehát azért Magyarország az mindig az lesz a hazánk, de én is úgy gondolom tényleg, hogy ez egybehangzó lesz a válasz, hogy itt érezzük magunkat a legjobban, és eddig itt vagyunk tényleg otthon leginkább, ugye Belgium után azt a 4 évet maximálisan ki kell emelni azért, de ez most így nagyon jó itt eddig. Tőzsér Dániel nem tervezi, hogy rövid időn belül Magyarországra helyezni át székhelyét. Célja feljutni a Watforddal az első osztályba, a hazaköltözésre majd csak karrierje után gondol.